Azt próbáltam összefoglalni, hogy, hogy hogy lesz a kutatásból gyakorlat, és hogy hogyan hasznosult ez a, ez a nagyon sok tudományos eredmény a, a stratégia elkészítésében. Igen, tehát hogy hogyan, hogyan lesz egy közpolitikai dokumentum, meg cselekvési terv és aztán gyakorlati tevékenységek, ezt tényleg csak nagyon röviden, mert volt már erről szó, tehát így a budapesti kábítószerügyi egyeztető formúja alakulásától indul ennek a stratégiának a megalkotása. Itt nyilván nem az is érdekes, hogy én a, a, a BKF kutatási munkacsoportjának voltam a tagja, illetve magán, magának a. a kutatásnak a végrehajtásában is. Na, azt mondjam, volt ez a két helyzetfelmérés, erre most nem, ezzel nem töltenék sok időt, csak hogy ez volt a, a két kutatás, ami, ami megalapozta, vagy ezt a helyzetfelmérést, vagy ez volt a helyzetfelmérés, és akkor ami, ami nagyon fontos szerintem ebből a szempontból, hogy a főváros ö, igyekezett bevonni az érintetteket is, szóval, hogy magán a, a, a tudományos eredményeken vagy a kutatási eredményeken kívül ö, fontos része egy ilyen, egy ilyen stratégia megalkotásakor, hogy az érintettek is elmondhassák a véleményüket. Ö, és itt, itt ez. Egyrészt a területen dolgozó szakemberek, bevonásom a, a helyzetfelmérés második szakaszában, de hogy voltak részvételi fórumok, ahol, ahol volt uh, egy ilyen relapszusprevenciós prevenciós csoport részvevőjének, illetve kórházi fekvéses addiktológiai eltárs intézményben kezeltek, mondhatták el a véleményüket, mintve igényeiket, vagy szükségleteiket, és ezen kívül, amikor elkészült maga a drog-stratégia, talán azt érdemes elmondani, hogy a, hogy, hogy a BKF munkacsoportokból alakult egy munkacsoport, aki megírta végül a stratégiát, tehát hogy itt maguk a, a, a szakértők ugye aktív részesei voltak ennek a stratégiának a megalkotásának, és ezt a munkanyagot lehetett véleményezni egy online kérdével, ami, amihez ugye volt egy, egy videóprezentáció is, tartozott tehát egy, egy ilyen, ilyen ö, fórumokon, tehát nyilván fész, zárt Facebook csoportokban lehetett ezt elérni és véleményezni, illetve a budapest.hu oldalon is ö, ö, nyilvánosságra lehet hozva, és ott is volt 14 nap a vélemények megküldésére, tehát ö, így, és akkor maga a stratégia, ö, ez egy öt, öt évre szóló stratégia, ö, és ö, vannak ilyen fő célok megfogalmazva, hogy amik inkább egy ilyen, nem tudom, szakpolitikai hozzáállás ennek a területhez, az, hogy a budapestiek egészségi állapotának és életminőségének javítása, a szociális és társadalmi szolidaritás és biztonságérzet növelése, legális és illegális szerfogyasztás mértékének és ártalmainak csökkentése, és hogy négy pillérben fogalmazódnak meg a, a feladatok, a megelőzés, kezelés, ellátás, felépülés, ártalomcsökkentés és kínálatcsökkentés. Tehát ez a a, a, a struktúrája, és hogy nyilván törekszik arra, hogy a tényeken és adatokon alapuló helyzetképet ö, ismertesse, azonosítsa a beavatkozási pontokat és javaslatokat és ajánlásokat, fogalmazza maga a kerületi önkormányzatok és a központi kormányzat részére is. Tehát, hogy itt ö, ö, nyilván a fővárosnak Azért korlátozottak a lehetőség, tehát a törvényeket nem a fővárosban hozzák. Tehát most leginkább le, le, leegyszerűsítve, tehát hogy, hogy eh, ahhoz, hogy ez egy reális és megvalósítható stratégia legyen, ezt nyilván figyelembe kell venni, de hogy a létező a problémák, meg nem mind fővárosi hatáskörben. Tehát itt, itt fontos szerintem, hogy minden egyes pillérben vannak javaslatok a kerületi önkormányzatoknak, illetve a központi kormányzat részére is. És minden pillér úgy néz ki, hogy van egy bevezetés-helyzetkép, ami ezeknek a kutatási eredményekből áll össze, abból stratégiai célok, és utána jönnek a javaslatok a központi kormányzat számára, a kerületi önkormányzat számára, és aztán a feladatok a fővárosi önkormányzat számára. Ez, 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 ez a rész az, ahol, ahol eh, én, mint a, a stratégia egy fölös eh, eh, ember a fővárosnál, én foglalkozom ezzel a részével. És eh, eh, igen, tehát, hogy a feladatokat van három fő kategória egyébként. Ja, igen, tehát maga a cselekvési terv, tehát ez a következő lépés, tehát minden évre van egy cselekvési terv, ami a stratégia megfogalmazott célokból fogalmaz meg konkrét feladatokat az adott évre vonatkozóan és ebben három ilyen nagyobb kategória van, az információ, a szolgáltatás, kereső, ami többször felmerült itt az előző előadásokban, és az együttműködések segítése. De hogy inkább erről beszélnék egy kicsit részletesebben, hoztam egy pár példát, hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt az ívet felrajzolni, hogy például a szolgáltatás kereső az hogyan, hogyan lesz egy, egy feladat maga. Tehát, hogy itt a második helyzetkép, de hogy ö, ezek nagyjából szerepeltek is az előadásokban, tehát, hogy ö, ilyen, itt ilyen idézeteket ö, hoztam a, a kutatásból, tehát, mint a döntéshozók mondták, hogy leginkább az aktuális és valós helyzetkép hiányzik, ö, fontos információ a különböző addiktól intézmények és szolgáltatások kapacitása, a drog-specifikus ellátóknál is megjelent, hogy az ellátóhelyekkel kapcsolatos információ hiányhoz köthető kliensoldali tanácstalanság, és a nem drog-specifikus ellátóknál pedig az volt egy ilyen megfogalmazott probléma, hogy hogy, hogy, hogy nekik a továbbirányítás és a megfelelő szolgáltatás megtalálása, ami egy ilyen feladat, és az oktatási intézményeknél konkrétan meg is fogalmazták ezt az érvényes intézményi katasztert, mint, mint kívánalom, és hogy hogy ebből lett a, a fővárosi önkormányzat számára megvonzott feladat, például a kezelési pillérben, hogy naprakész információs adatbázis létrehozása a fővárosban elérhető ellátásokról és szolgáltatásokról, illetve a prevenció pillérben egy drogügyi kataszter létrehozása és széleskörű hozzáférés biztosítása, a szükséges platform létrehozása. És Ezek nagyjából egy-egyben be, bekerültek a cselekvési tervbe az első évben. és és ez az, ami végül is a gyakorlati tevékenység, tehát, hogy felhasználtuk a, a, a kutatásban létrehozott szolgáltatás katasztert, de hogy ugye az nem az, az 22-es adatok voltak, tehát hogy ehhez kellett egy új adatgyűjtés azokkal a szolgáltatókkal, akik szerepeltek a kataszterben, és, és ez lett egy új adatbázis, és akkor elindult a fejlesztés, ahol itt nyilván jönnek a gyakorlati problémák, hogy mennyi kapacitás van fejlesztésre, mi az, amit, ami megvalósítható ebből, és akkor egyelőre most van egy ilyen próbaverzió, ami remélhetőleg nem sokára nyilvánosan elérhető lesz, ahol egy ilyen nagyon egyszerűsített egyszerű keresőben lehet a fővárosban elértő szolgáltatásokat, szolgáltatások között keresni különböző szempontok alapján, és akkor majd jövőre valamikor egy speciálisan erre a célra fejlesztett kereső is létrejön majd, ami már azért egyel felhasználó lesz remélhetőleg, de hogy nagyjából így, így ez az íve, ahogy lett ebből egy ilyen gyakorlati felhasználható, egy ilyen egy gyakorlatilag egy szolgáltatás kereső. És a másik példa, amit hoztam, a marginalizált szerhasználók, ugye ez is több, több helyen megjelent a helyzetképben is, tehát ez a sok problémával küzdő kliensek ellátása, és hogy a sérülékeny csoport a mély szegénységben élő emberek, és hogy probléma a közterületi szerhasználat, illetve hogy, hogy vannak az ellátórendszernek hiányzó láncszemei, és akkor itt volt kiemelve nők, a várandós nők, fiatalok, hajléktalanok, komorbid betegségek rendelkezők, tehát hogy, és, és, itt kiemelt volt, hogy megkereső munkabővítése, tűcsereautomat, a busz működtetése, és, és hogy megjelent a nem specifikus ellátóknál is, például, hogy csökken a kapacitás és a türelem a szenvedélybeteg, illetve a hajléktalan és szenvedélybeteg emberekkel kapcsolatban, az ő ellátásukkal kapcsolatban. És ez is ez több pillérben megjelenik. A, a stratégiában, tehát itt például olyan feladata, feladatot fogalmaz meg a stratégia a fővárosnak, hogy a szektorok közötti együttműködés fejlesztése érdekében szervezzen rendszeres időközönként szakmai és szakmaközi konferenciákat, workshopokat, segítsen elő a szenvedélypedeg ellátás, a hajléktalan ellátás, és a gyermekvédelmi ellátórendszer tagjai közötti szakmai együttműködés kialakítását, bővítse a maga eszközével és erőforrásaival az alacsony közöbbi és nappali melegedők létrehozását, legyen rendszeres éves forrás fővárosi ártalomcsökkentő csökkentő szervezetek számára, ami a marginalizált szárhasználói csoportokat eléri. És akkor ebben a cselekvési terv részében lehet, hogy szervezetek és szektorok közötti szakmai és konferenciák, az együttműködések facilitálása, az alacsony közöbbi szálláshelyek fejlesztése, és a pályázatkírás a csökkentés végző szervezetek számára. És akkor ebben például, ami megvalósult már, mint gyakorlati feladat, az az alacsony közöbbi és csökkentő programok támogatása, ez most már második évben megy, tehát 23-ban a Kékpont és a Hepagó, kapott finanszírozást, most 24-ben pedig a HEPAGO, a Drogprevenciós Alapítvány, a Drogstop és a Háttér mind megkereső munkát végeznek. És ugye itt szerintem érdemes megemlíteni, hogy nyilván a költségvetése ennek a stratégiának azért nagyon-nagyon alacsony, tehát gyakorlatilag a. a, a, ugye a az én bérem van benne, és ez a pályázat jelenleg. De hogy a következő következő évre azt már tudom, hogy, hogy itt próbáltuk, hát majd meglátjuk, hogy mit fogadnak a költségvetésbe. De hogy, de hogy megnövelnie ennek a pályázatnak is az értékét, illetve más. Ö, ö, tehát, hogy lehessen például a, ezeken a konferenciákon, workshopon valamiféle díjat fizetni az előadóknak, mert nem elvárható, hogy hogy jó fejségből eljöjjenek, és ott ingyen előadásokat tartsanak. Mert jelenleg amúgy ez, ez történik, hogy szívességből jönnek el a szakemberek ezekre a programokra. És akkor volt egy találkozó, ahol jelen voltak mind a hajléktalan ellátásban, mind a szenvedélybeteg ellátásban dolgozók, és ott próbáltunk lépéseket tenni egy ilyen szakmaközi eljárásrend kidolgozására, ami a hajléktalan szerhasználó emberek ellátásáról szólt tehát itt volt egy, egy, igény, egy, egy ilyen rövid kérdőív, ami megelőzte ezt a találkozót, illetve a találkozón ilyen workshop, ilyen kis csoportos foglalkozás keretében próbáltuk feltérképezni, hogy mik lennének azok a fontos pontok, amik ilyen szakmaközi eljárásrend érdemes lenne, amikre érdemes lenne kitérni. Ezen kívül elindult a szerhasználó hajléktalan emberek igényének és szükségletének felmérése, tehát itt a BMSK-i elődutcai védett szintjén volt egy fókuszcsoport, de hogy ennek meg azért még lesz további lépései illetve az, hogy a fővárosnál van egy ilyen, ilyen tehát ott, hogy van több, több ilyen stratégia, már, tehát ezekkel is lehet együttműködni. Tehát például az otthon mindenkinek hajléktalanúi stratégiával való, való, nem tudom, szinergiát igyekszünk kihasználni, tehát hogy, hogy tudunk egymás munkájáról is működni. tehát hogy, hogy eljárunk egymás találkozói hogy itt a, a szakmai munkában is ö, lehet azért ö, előrelépni, mert megtalálni a közös pontokat. Ö, igen, nem annyiából ennyi. És még, még egy példát hoztam, nem tudom, hogy mennyi idő van még. Nulla. Ja, ez, az, az elég lesz, nem olvasom föl, itt igazából csak annyi, a, amit szerettem volna elmondani, hogy ez hogy így megjelent több helyen is, tehát ami, ami a helyzetkép kapcsán összeállt, hogy, az, hogy az, az óvodai és iskolai szociális segítők azok, akikre leginkább hárul a, az iskolai prevenció feladata, és viszont, viszont nekik, ők nem érzik kompetensnek magukat, nincsenek megfelelő szaktudások, nem, nem ez, a, nem ez amit, amit, tanultak, nem ezzel foglalkoztak, de hogy, 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 hogy felelősnek érzik magukat, és akkor ezen ö, ö, elindulva, mégis inkább csak annyit mondok, hogy itt most ott tartunk ebben, olyan volt két találkozó, amit kifejezetten az iskolai szociális segítőknek szerveztünk, és hogy itt próbáltunk nekik valami olyan támogatást nyújtani, ami praktikus és felhasználó, tehát megmutattunk nekik egyrészt a HBSZ kutatás legfrissebb eredményeit, hogy valamiféle tudással rendelkezzenek, vagy, vagy megerősítéssel azzal kapcsolatban, amit ők látnak, és, és ott is tartottunk én kis csoportos megbeszélést azzal kapcsolatban, hogy, hogy, nekik milyen igényeik lennének, és most volt múlt héten a, második szakasza ennek, amikor, amikor három szervezet mutatta be a saját prevenciós programit, hogy, hogy, hogy egyáltalán azok a tehát lássanak példákat arra, hogy mi az, amit lehet csinálni, milyen módszereket lehet alkalmazni, és egyáltalán hogyan kéne felépíteni egy prevenciós programot. És ezen kívül még készül egy ilyen online szakmai anyagoknak egy ilyen tudástár, a, tehát hogy itt próbáljuk ezt a módszertani és szakmai támogatást megvalósítani a, a fővárosnál. Úgyhogy nagyjából ezek a példák, amiket hoztam. Remélem, hogy így látszott ez az ív, hogy hogyan, hogyan, hogyan fogalmazódnak meg aztán a gyakorlatban ezek a, a, a kutatási eredmények, illetve azokhoz, azok azok azokból látható igények. És csak ennyit akartam mondani, hogy még a végére, hogy itt a, van egy saját weboldala a fővárosi drogstratégiának, és, és akkor ott, ott mindenki megnézheti, és ezek az háttéranyagok is mind fel vannak oda töltve, úgyhogy ott ezek elérhetők. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.